Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megnézzük, hogy mi várható február hónapban a bika jegyében születetteknél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes, passzol a helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi itt utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. A férfi feje fölött megjelenik a levél, és ez jelenti az ő gondolatait. Vagy tervezi azt, hogy jelentkezik nálad, vagy vannak elvárásai, és arra vár, hogy te írj neki. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák jelentik a te gondolataidat. A gyermekek utalnak a gyermekekre, vagy a fiatalos kisugárzásra, vagy az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Itt a gólya jelenti a változásokat, a kutya utalhat a házi állatokra, vagy jelenti a hűséget, a barátságokat. Itt a gólya és a gyermek együtt jelentheti egy kisbabának a születését is, vagy nálatok, vagy az is lehet, hogy valaki kisbabát vár a baráti körből. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt felül látható. Itt lesz mozgás. Előre mennek az események. Itt az utak jelentik a változásokat és a döntéseket. Ez a kép jelenthet egy férfit is, aki útban van hozzád. Itt a könyv vagy tanulást, továbbképzést jelent, vagy azt, hogy ez a férfi nyitott lesz veled mindenről beszélni, de különösen, ami az anyagiakat illeti, hiszen itt megjelennek a halak és jelentik a pénzügyi dolgokat. Az is lehet, hogy a pénz útban van hozzád. Itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat, de jelenthet egy hölgyet is. De a hölgy mellett itt vannak az egerek. És ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek el tudják távolítani ezt a kártyát, eltávolítanak egy hölgyet. Lehet, hogy ő zár le egy bizonyos kapcsolatot. Itt látható a levél, lesz egy fontos hír, és itt barátságokról van szó. Az is lehet, hogy ez a hölgy eltávolodott a te életedből, régóta nem hallottál róla semmit, és a hirtelen lesz egy változás, ír neked, és itt barátságról van szó. Második hét, február hónapban itt látható a horgony. Jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Ez kihathat minden életterületre. De gyakran a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. Itt látható egy szerencsés fordulat. A múltban voltak hamisságok, de ez lezárul, hiszen a kulcs lezárja ezeket a kapcsolatokat, vagy ezt az eseményt. Ezzel a kulccsal kinyílhat egy új ajtó is, és itt megjelenik a park, a nyilvánosság, hogy mások észrevesznek téged. Az is lehet, hogy a nyilvánosságon összefutsz ezzel a férfival. És itt a gólya jelenti a változásokat. Ami a koporsót illeti, a koporsó is le tud zárni valamit, mint például a kapcsolatot ezzel a hölgyel,
vagy itt ezeket a korlátozásokat is le tudja zárni. A koporsó és a torony az lehet egy örökösödési ügy is, amit rendezni kell februárban. Amit a koporsó még jelenthet egy időszakot, amikor nem történt semmi, amikor ez a férfi hallgatott, vagy egy barátnő visszahúzódó volt, akkor itt ezzel a kulccsal most kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, és lesz újra kapcsolat. A gólyák jelentik a változásokat, és ez a férfi töpreng azon, hogy írjon-e neked. Vagy vár egy levélre, egy szerződésre. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Itt vannak a viták, a veszekedések, a félreértések, de most megvan hozzá az erőt, hogy tisztázz a dolgokat, hiszen a nap az megvilágít valamit. Itt kiderül az igazság. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, mint például a főnököd, vagy a főnöknőd, ahol félreértések vannak, vagy voltak, de itt tisztázódnak a dolgok. A kereszt az jelentheti a hitedet, vagy jelent egy fontos találkozást, amikor a sors utak kereszteződnek. Amit a kereszt még jelenthet, a döntések, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Akkor is, ha itt voltak még korlátozások, a koporsó ezt le tudja zárni. Akkor ez a múlt, ilyen régi témák. És februárban itt vannak a változások, a szerencse, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, lesznek beszélgetések, vidámság, és itt van az ártatlanság, vagy egy új kezdet. Esetleg jelentheti a gyermekeket. Utolsó hét, február hónapban, itt látható. Voltak félreértések. Itt a hegy jelentheti az ő hideg-rideg tartását. Ez volt a kapcsolat a múltban. De javul a helyzet, hiszen kisüt a nap, tisztázódnak a dolgok, itt a szív jelenti a szeretetet és a szerelmet, a virágcsokor egy kellemes meglepetést vagy ajándékot. Az is lehet, hogy szépítesz valamit az otthonodon, vagy lesz egy kreatív tevékenység, amit szívvel, lélekkel csinálsz, és itt vagy otthonról dolgozol, vagy ki tudod ezt építeni. Itt a gyermek jelentett egy új kezdetet, a csónak a háttérben szimbolizálja a reményt, hogy minden jóra fordul, jelenti az utazásokat is, külföldi kapcsolatokat, lehet, hogy valaki meglátogat, vagy lesz egy meghívás, lesz egy utazás, vagy egy közös életút, és itt jelensz meg, ha te egy hölgy vagy, te hozol itt döntéseket, vannak tervek, változások, a kutya jelenti itt a gondolataidban a hűséget, vagy a barátságokat, és itt van a szerelem, a szeretet, egy meglepetés, itt ki tudsz építeni valamit, vagy vannak családi kapcsolatok. És ez volt a február havi jóslás a Bika jegyében születetteknek, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!